Sziasztok, üdv a csatornán, itt Jössző és az Anya mindenhez is. Kivételesen az autóból, már itt ülök a parkolóba, jövünk a két heti bevásárlásunkra. Nagyon-nagyon utálok vasárnap bevásárolni, és amikor lehetőségem van rá, kerülöm is. Nem tudom, mikor voltam utoljára vasárnap bevásárolni, de most így alakult a dolog, mert a jövő héten most már olyan szinten be leszünk táblázva, hogy valószínűleg nagyon kaotikus és kapkodós lett volna, még ennél is jobban. Nagyon sok mindent felírtam most a bevásárló listánkra, ugyanis a hétvégén keresztelő lesz nálunk, és dupla születésnap, ugyanis most lesz Bendegúz 6, Dominik 1, és még meg is kereszteljük a kisebbik fiunkat, úgyhogy nagy családi banzájra készülünk, illetve idén először Bendegúznak gyerekpartia is lesz szombaton. Ezért tényleg jó bőséges kis bevásárló listát hoztam ezúttal. Készültem azért receptekkel is a következő napokra, szeretnénk csinálni káposztástésztát, szeretnénk csinálni borsólevest, szeretnénk készíteni lazanyát, és még valamilyen húsos ételt is, amit még egész pontosan nem találtam ki. A keresztelőre, mivel előtte nap gyerekzsúrozunk, vasárnap keresztelőzünk, és nagy lesz a pörgés, ezért megrendeltük a sültestálakat, a levest fogjuk mi készíteni, illetve sütünk azért dolgokat, amit a család minden tagja vállalt, hogy készít egy-egy tálca süteményt. Vágjunk bele, úgy néz ki, hogy az Aldi, és talán a Tesco lesz most az úti célunk, de elsősorban az Aldi, és ezúttal segítségem is van. A szülinapos fiú jött el most velem, a múltkor a metróban Abigail és Dominik volt velem, és Bendegúz mondta, hogy szeretne egyszer ő is eljönni velem bevásárolni, úgyhogy most itt van velem Gúz. Megyünk az Aldiba, és megveszünk mindent, amire szükségünk lehet. Tartsatok velünk! Rágcsálnivaló van itt most egész minden mennyiségben, mert ugye lesz gyerekzsúrunk, lesz családi bulink, lesz ovis szülinapozás, úgyhogy rendesen feltöltöttük most ebből a készleteket. A Kréker mixből fogja vinni a Bendegúz az oviba, az lesz a sós, és választott két vödrös csokis perecet, az lesz az édesség, illetve emellé majd még küldünk be egy kis gyümölcslevet. Aztán a patogatott kukoricát, meg a többi ropogtatni valót szépen el fogjuk osztani a két napra. A sütemények és a torta mellé még rágcsálni valónak. Erre vettem a rolettiket is, és az Aldiban szoktam venni ezt a babapiskótát, amin nincsen kristálycukor, ezért nem kell kapirgálni, hogyha Dominiknak adok belőle. Van itt még továbbá egy fél kiló kenyér, egy csomag bulgur, pennét, csavartésztát, két csomag spagettit, masni tésztát vettünk még, ezen kívül vettünk tarhonyát, cérnametéltet és nagy fodros kockát. A káposzta nem volt szép, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most nem lesz káposztás tészta, inkább akkor áttervezzük a dolgot és eszünk darás, vagy túrós, vagy diós tésztát, de így nem hoztam káposztát. Két puffasztott rizs, a szokásos, illetve kettő doboz műzliszelet is van itt még, egy csokis és egy banános. Bendegúz választotta most a gabonapelyheket, van ez a töltött mogyorókrémes, illetve két csomaggal a szokásos teljes kiörlésű csokis műzlingből. Cukrot vettem kettőt, grillást is fogok most készíteni, illetve ugye sütünk.
Ehhez van itt még a két buzaliszt, illetve a teljes kiörlésű liszt. Két csomag rizst vettem, ez a longkorn volt most akciós, és a jázmin rizs az Aldiban most már nagyon-nagyon drága, úgyhogy meg kell barátkoznom a longkornnal, vagy veszem máshol ez a hosszú szemű rizs, vagy veszek máshol rizst, meglátjuk. Egyre jobban kezdek vele megbarátkozni. Egy csomag barna cukrot vettem, még csak ez a világosabbik fajta volt, a sötétebbikből most nem volt. Kettőt vettünk a nutókából, ha nutellásak a gyerekek, akkor ezt csak ajánlani tudom, mert szerintem nagyon jól hozza a nutellás ízt, és konkrétan fele annyiba kerül. Egy ananász konzervet vettünk még, egy citromlevet a limonádékhoz, elfogyott a majorannánk az üvegből, most feltöltjük. Aztán hármat hoztam az ecetből, főzéshez, illetve ugye mosáshoz, takarításhoz használom. Egy nagy majonéz a Tesco-ból származik. Nagyon sok banánt vettünk, magában is sokat fogyasztjuk, illetve ugye a reggelizős palacsintánkba is azt tesszük, és fogunk most a bulira csinálni banános csokis muffint, amibe kapásból 3 darab belemegy, ha csak nem csináljuk most majd dupla adagban. Bementünk még a Tesco-ba, és már előre kinéztem ezt az áfonyát, ami 1400, majdnem 1500 forint volt a Tesco kártyával, klubkárddal, ami azért egy viszonylag jó ár áfonya szempontból, és a gyerekek nagyon szeretik, nagyon régen vettem már áfonyát, mert rendkívül drága. Itt még van egy kis paradicsom, egy nagy zsák sárgarépa, leveshez, párolni, sütni, főzni, nyersen, mindenféle formában fogyasztjuk. Nem volt valami szép ez a krumpli, viszont most hoznom kellett, mert Atis megfőzte a régóta tervezett pacalt, úgyhogy most mindjárt gyorsan meg is fogom hámozni és megfőzöm, és abból fogunk most ebédelni. Aztán majd nézek máshol krumplit, mert ebből így most, hogy ennyire nem volt szimpi, nem akartam sokat hozni. Van itt egy csokor retek, a miénk még most kezd majd csak fejesedni a kertben, így, hogy újra kellett vetnünk. Egy csomag szotyi, egy csomag spárga, akciós volt az Aldiban, és nagyon szeretem, meg Abigail is szereti, úgyhogy szerintem meg fogom párolni, vagy beletekerem békönbe, és csinálunk mondjuk hozzá egy hollandi mártást, vagy besemelt, vagy ehhez hasonlót. Van itt egy pár darab alma, Bendegúz vett 3 hatalmas citromot, beleszokta facsarni az innivalójába, egy paradicsom püré, jaj, Dodike! 2 csomag popsitörlő, egy fogkrém Bendegúznak, mert elfogy az Oviban a fogkrémje. Vettem egy levéltetvek elleni sprét, ugyanis egyre több növényemen fedezem fel őket, úgyhogy mindenképpen kezelnem kell a helyzetet. Ezt a spritznis flakont még a palántáimhoz vettem, mert még itt bent vannak, hogy tudjam közben egy kicsit locsolgatni őket. És hoztam 3 kerti szerszámot a metróból, nem, a Tesco-ból, mert amit tavaly vettem, talán az Aldiban, nagyon gyenge anyagból készültek, és nagyon gyorsan megadták magukat. Ez sokkal masszívabb anyagból készült, és nem utolsó sorban fele annyiba került, ez 999 forint volt darabja. Az Aldisakat anno 2000 forintért vettem darabját. Úgyhogy ennek most nagyon örülök. Az Aldiban ezen kívül vettem még 6 darab nyársat. Voltak már ilyen nyársaink, viszont már megette őket a rozsda, nagyon csúnyák. Nem szívesen teszek már rájuk élelmiszert, ezért azt már Atis kivitte a garázsba. 300 forint volt a nyársaknak darabja az Aldiban. Ez volt az egyik pult, hűtős holmiból most azért itt kevesebb van. Fagyasztott brokkoli és bébirépa, 2 csomag szalonna, egy margarin, akciós volt a mozzarella, illetve ez a 2 féle sajt. Mostanában egy kicsit besokaltam a trapista sajtból, keresem az újdonságokat. Egy csomag túró, ezt a fajta joghurtitalt még nem kóstoltuk, de meglátjuk, ez epres, és ez ugye Aldis márka. Akciós volt a mascarpone, gondolkodom rajta, hogy készülni fog belőle egy répatorta, fehér csokis mascarpone és krémmel. Bendegúz választotta ezt a pudingot,
Illetve van itt még egy tejföl, margarin, tejszínhab, Dodi tortájához. Túrós tortát szeretnénk neki készíteni, barack kompottal benne, valami ilyesmit még nem teljesen találtam ki. Fogok egy kicsit improvizálni szerintem. A kedvenc csirkemás sonkánk, és még egy tejszínhab. Most a hűtős holmi összesen ennyi, mert nagyon sok házi füstöltárunk van még itthon, és van még sajt a fagyasztónkban is, ezért úgy gondoltam, hogy most nem akarok sok mindent itt felhalmozni, hogy aztán majd ránk romoljon. Ezeket vettük, és akkor kezdjük a pakolást. Közben a krumplit meg is főztem, és a gyerekek már falatoznak, azért van ez a felfordulás az asztalon, illetve a konyhapulton. Még folytatom a pakolást, míg ők szépen megebédelnek, aztán utána eszek valamit én is. A tésztákat, ezt már többször is elmondtam, lehet, hogy hallottátok tőlem, azért öntöm dobozba, mert hogyha felpakolom őket a szekrénybe, sokszor jártam úgy, hogy kicsúsztak egymáson, egymásról, egymás mellől, fejemen landoltak. Így sokkal egyszerűbb és biztonságosabb tárolni őket a szekrényben, nem kell attól félnem, hogy ahogy nyitom a szekrény, borul ki onnan az összes. Úgyhogy szépen beleöntöm őket dobozban, nagyon jól egymásra passzolnak ezek a dobozok, és szépen ki tudom őket venni onnan egyesével, nem rántom ki az összes többit.
Hétfő este vacsorára el is készítettem a spárgát. Szerintem ez az a recept, amit nagyon-nagyon sokan kipróbáltak már. Talán lehet, hogy mindenki ezzel kezdi a spárga főzést. Én nem tudom, én ezzel kezdtem, és rengeteg ismerősömnél látom, hogy ezt szokta készíteni. Két darab spárgát tekerek bele egy szelet békönbe, és ezen kívül csak egy kis borsot szórtam még rá. Én külön ezt még nem sóztam meg, hiszen a békön is sós. És miután betekertem őket, beteszem őket a sütőbe, 200 fokon, 15-20 percre, attól függően, hogy mennyire szeretnénk, hogy megsüljön rajta a szalonna. És ez idő alatt szépen meg is puhul a spárga. Mint azt láttátok, előtte a fehér, nagyon fás, kemény részt én levágtam a spárgáról. Ilyenkor még meg is lehet hámozni a spárga szárának az alsó részét. Én nem szoktam, engem annyira nem zavar, hogy alul azért a héja egy kicsit keményebb, így is nagyon jól fogyasztható volt. Aztán pedig vizet forralok budjantott tojásnak. Igen, szegény konyha csempém tiszta leves, ugyanis ebédre gyümölcsleves volt hétfőn, és Bendegúz ebből még uzsonnázott is, és ahogy bugyogott a melegedés közben, sajnos beterítette a konyhafalamat, ezt aztán lefekvés előtt még szépen letöröltem. Tehát budjantott tojást készítek, ehhez gyöngyözve meleg forró víz kell, semmiképp se lobogjon, és én ezt a merőkanalas megoldást szoktam választani, mert ezzel megyek egy kicsit tutira. Körülbelül egy percet tölt a tojás a merőkanálban, addigra összehúzza a forró víz annyira a fehérjét, hogy már nem fog azért szétszakadni, szétfolyni. Ilyenkor egy spatula segítségével óvatosan kifordítom a merőkanálból, és még körülbelül 3 percig hagyom főni, hogy a fehérje azért viszonylag megfőjön, a sárgája pedig finom lágy maradjon a közepén. A vízben van egy kávéskanál só és egy evőkanál ecet, ez a budjantott tojásnál fontos, hogy kell hozzá ecet is, utána a tojáson egyáltalán nem érezhető az ecetnek az íze. És amíg az egyik fő, teszem bele a következőt, mondom, lehet ezt merőkanál nélkül is, én ezzel egy kicsit tutira megyek, hogy ne folyjon szét a tojás, a kanál addig megtartja, míg egy kicsit összehúzza a fehérjét a víz. Itt már aztán sorba készültek a tojások, kezdett egy kicsit felhabzani a vizem, úgyhogy lejjebb is kellett vennem a hőfokot, hogy ne forjon ennyire, mert ettől szétszakadnak a tojások, és ezt tálaltuk még a spárga mellé, nagyon finom volt. Mindent elpakoltam, a család már alszik, élelmiszerekre vetítve olyan 68-70 ezer forintot fizettem összesen. Ezt most azért egy kicsit megdobta ugye az óvis, illetve az itthoni szülinapra készülődés. Tehát a múltkor egészen pontosan nem emlékszem, hogy a metróban 64 000 forintot fizettem, talán most pedig 70-et, bár azért több mint 2 hét telt el a 2 bevásárlás között. Összességében, ha egy hónapra vetítem, akkor ez valamivel több, vagy azért nagyjából arányos. Biztos vagyok benne, hogy így, hogy 2 hetente járok bevásárolni, ennek a 2 bevásárlásnak az összege több lesz, mint a havi 1 bevásárlásunk összege volt, de erre azért is számítottam, mert ugye pont azt mondtam, hogy azért is gondolkodom a 2 heti bevásárlásban, mert rendkívül sok lett mostanában a boltba szaladgálás egy-egy dologért, meg ide a faluba, és ezt szeretném én egy kicsit a háttérbe szorítani, hogy inkább akkor keressük az akciós termékeket, és vegyünk meg többet a hiperekben, mert igen, sajnos ez van, hogy a hiperekben jóval olcsóbban hozzá lehet jutni, mint a helyi kisboltban. Viszont, hogyha majd egy hónapra vetítve mondjuk a kisebb boltba szaladgálásokat csökkentjük, akkor azért ez a 2 kiegyenlíti egymást. Próbáltam ezt most értelmesen megfogalmazni. Nem tudom, hogy sikerült-e, én megpróbáltam. Ennél értelmesebben szerintem nem tudom. Tehát a lényeg az, hogy
Egy hónapra vetítve azért bízom abban, hogy ez a két heti bevásárlás és a sok kis bevásárlás majd jobban jön ki, mint a havi egynél, amikor már a bevásárlás előtti másfél hétben napi rendszerességgel szaladgáltunk azért valamiért a boltba. Meglátjuk. Tény és való, hogy most, hogy két hetente járok bevásárolni, itt mind a két alkalommal ugye hozom a friss zöldséget, friss gyümölcsöt, friss tejtermékeket, stb. De mondom, ezekért közben elszaladgáltunk ide a kisboltba is. Meglátjuk, kitapasztaljuk. Aztán, hogyha nagyon nem válik be, akkor majd visszaállunk a régi rendszerre. Egyelőre most még nekem nagyon jól esik az, hogy nem tart olyan rettentő sokáig ez a két hetente bevásárlás, mint mondjuk a havi, hogy nem jár annyi pakolással, logisztikával, nem olyan rettentő hosszú és nem olyan rettentően fárasztó, mint már ez a havi egy volt, amikor azon stresszeltem, hogy úristen, nagyon-nagyon gyorsan szedjük össze azt a rengeteg holmit, pakoljuk be, és irány haza, mert este van, és neki kell lenni az esti rutinnak. Most, hogy vasárnap voltam bevásárolni, ugye ez azért egy kicsit bántotta a fantáziámat, nem szeretek vasárnap járni bevásárolni, de most kénytelen voltam, továbbra sem fogok vasárnap járni bevásárolni, mert nagyon sokan voltak, és így még rosszabb volt, de mindegy. Lekerült még a pincébe egy karton tej, 1,5%-os UHT tej, 4 darab narancs üdítő aldis, egy karton gyümölcslé, úgy leosztva, hogy 6 darab alma van benne, nem, 5 darab alma van benne, és 4 darab őszi baracklé. Igen, egy üveg kólát vettem, egy nagyot, hogyha valaki kólázna majd a felnőttek közül a családi bulin, akkor az még legyen, és 2 ecet, mert összesen 3 ecetet vettem. Igen, azt hiszem ennyi. Ja, meg még 2 apenta, ez a gyümölcsös, 0%-os cukros. Ezzel szoktam ilyenkor készülni, mert a keresztanyámék ezt szokták nálunk fogyasztani, vagy sima vizet, vagy ezt a cukormentes cuccot. Úgyhogy még abból készültem. Ennyi. Ezek kerültek le még a pincébe. Bennegúznak megírtam már a bulijára, illetve a gyerekbulira, illetve ugye a közös bulira megírtam a terveket, hogy mi lesz. Bennegúznak most rendeltem a 2 tortát, a gyerek zsúrra egy zsúrtortát és a másnapra egy tortát. Dominiknak szeretném tehát, ezt már mondtam, én készíteni a tortáját, és akkor ezen kívül felosztottuk a családba, hogy ki mivel készül. Én csinálok egy sportszeletet a családira, csinálok egy muffint a gyerekbulira, anyukám süt sósat, egyik sógornőm is süt sósat, de hoz édeset is, a másik sógornőm szintén édeset hoz, az anyósom pedig elkészíti nekünk a levest, a sültes tálakat pedig megrendeltük, savanyúságot kell majd még vennem, de az bevált helyről bevált márkát, anyukám savanyúságát szoktuk fogyasztani, de fáfaltuk azt, ami tavaly készült, úgyhogy várjuk majd az idei termést. Elképesztő mennyiségű savanyúságot fogyasztunk. Szeretitek a savanyúságot? Mi nagyon. Mi rengeteg savanyúságot eszünk. Tehát vennem kell még savanyúságot, és akkor... Igen, amit most még nem vettem meg, szeretnék gyümölcs nyársakat készíteni a gyerekbulira. Tavaly Bendegúz 5. születésnapjára, amikor készültünk, a buli előkészületes videóban láthattátok, hogy készítettünk ilyen kis gyümölcsnyársakat, feldaraboltunk és felhúztunk rá egy csomó gyümölcsöt, és nagy sikere volt. Gondoltam, ezt most a gyerekbulira fogjuk megcsinálni, hogy ne csak rágcsálnivalót és édességet egyenek. Úgyhogy még azt 1-2 nappal, tehát olyan csütörtök-péntek magasságában fogom csak megvenni, hogy teljesen frissen készítsük el. Azokat így nem is bírnák a strapát. Ennyi mára, most már tényleg befejezem, a család már alszik, megyek, és gyorsan én is megfürdök. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok, hogyha bármi hozzászólásotok, kérdésetek van a videóval kapcsolatban, várom szeretettel a videó alatt kommentben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, szép napot vagy jó éjszakát nektek, sziasztok!